Nyíregyháza környékén viszonylag keveset láthatjuk és hallhatjuk Majkát, évente 3 buli nagyjából maximum Nyíregyháza környékén. Mégis milyen ide jönni ilyen számok mellett? Hát ez figyelj, ez még mindig így van mindenhol, tehát ez nem Nyíregyháza kiváltsága. Talán Debrecen az egyetlen olyan hely, ahova sokat járunk, de oda se járunk szerintem 3-nál többet, meg 2-nél többet egy évben. Ez pont azért van, hogy ne legyen az, hogy eljössz a Majkára, mit tudom én, 2 havonta. Mert azt szerintem baromi unalmas tud lenni. Úgyhogy, mert azért Nyíregyháza egy központi hely, tehát Debrecenbe is át lehet menni, ha valaki nagyon akar látni, Miskolcra is oda lehet érni szerintem innen. Tehát azért van a közelben egy-két ilyen nagyobb hely, nagyobb város. De régebben egyébként, amikor még mentek a diszkóhaknik, akkor ez a térség, a nyírség, a hajdúság, az rettentően kelendő volt. Tehát ott rengeteget léptünk fel, még annak idején Pápai Jocival, Tysonnal, Curtisszel is. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat voltunk itt a környéken. Úgyhogy gyakorlatilag, meg hát én privát emberként jövök egy csomószor Nyíregyházára, mert ugye állatkertezek, meg minden olyan dolog, ami csak itt van, vagy minőségi, mint Budapesten, az egyik legjobb az országban, azért el kell ide utazni, hogy jó messze vagytok, ezt valahogy meg lehetett volna oda közelebb is, de hát így alakult, most nem tudok mit csinálni. Az egyik legutóbbi bulid az éppen Kisvárdán volt, az is elég jó hangulatú lett, mint hát a legtöbb Majka koncert nyilván. Hogy érezted magad azon a bulin? Hát a Kisvárdán ez egy érdekes fellépés volt, több szempontból is. Akkor álltam
a legmeglepőbb módon hirtelen felindulásból egyedül a színpadon, Attila beteg volt, és én akkor, ha jól éreztem magam, de tudod, az a baj, hogy akkor 20 perc előtte tudtam meg, hogy nem jön az Ati, és akkor úgy azért úgy hirtelen, se technikailag nem vagy felkészülve arra, ami történik, az agyadba át kell futtatni egy csomó dalszöveget, tehát én azt én annyira nem élveztem azt a koncertet, inkább arra, azzal foglalkoztam, hogy minden lemenjen, és azok az emberek, akik eljöttek a koncertre, azok ne úgy távozzanak, hogy nem olyat kaptak, amit vártak volna. Úgyhogy én megpróbáltam mindent megtenni, nyilván azóta ez a dolog beállt, tehát azóta már a kényszer megszülte azt, hogy fel legyünk készülve ezekre a helyzetekre, és hát azóta ez máshogy működik, de az a Kisvárdai, az volt a szívemnek egy nagyon kedves fesztivál, az egész térség, mondom meg ez eleve keleti rész, ugye a mezőtúri, ami nagy jó az East Fest, meg a Les Fest Kisvárdán, tehát ez mind a kettő egy nagyon fontos állomás, és ezért sajnáltam, hogy ott nem tudtam egy olyat úgy adni magam a közönségnek, hogy ilyen felszabadultan én is szórakozni, ahogy ők, inkább az melós volt, azt mondom. Gondolom azért valamilyen visszajelzéseket mégiscsak kaptál, voltak? Hát persze voltak, tehát nem volt negatív, meg hát ugye nyilván aki ebben a körben mozog, aki egyszer lépett színpadra, aki egyszer már látott ilyen produkciót közelről, az tudja, hogy mit jelent az, hogyha 10 perccel előtte azt mondják, hogy hát egyedül vagy most, ahelyett, hogy ketten lennétek. Ez egy kicsit azért ijesztő tud lenni. De főleg úgy, hogy mit tudom, hogy elmúlt 9 évben mindig ketten voltak a színpadon, bár azért már előtte is voltak olyanok, amikor egyedül álltam, csak ugye ez most azért volt hatványozottan sok, mert akkoriban volt az, hogy a Kollányi már nem jött velünk, mert ugye terhes volt, már akkor neki az elég kényelmetlen volt a két gyerekkel utaztatni magát az autóba, és akkor hirtelen a Zsuzsi sem volt ott mehettem a színpadon, az Attika sem volt mehettem a színpadon, tehát az egy kicsit olyan volt, hogy jaj. De nem volt gond, tehát nem, szerintem lement normálisan, tehát jól érezte magát mindenki, aki eljött. Ezt mi is aláírjuk, hiszen ott voltunk és láttuk, hogy jó buli volt. 2018-nak a végén vagyunk, és az eddigi beszélgetésből is kiderült meg, aki követi a munkásságodat, az tudja, hogy azért voltak ilyenek is, meg voltak szenzációsan minden szempontból kiváló bulik. Te hogyan értékeled ezt az évet? Hát ez egy érdekes év volt, mert igen, én magamban sem vettem még górcső alá, csak így a nagy dolgokat tudom, tehát hogy gyakorlatilag minden volt nekem ebben az évben. A legjobb dolgoktól, az arénás bulitól elkezdve veszteségig, minden, amit el lehet képzelni, és ez egy nagyon-nagyon eklektikus év volt, azt lehet mondani. Ugyanannyi siker, meg annyi csillogás volt benne, mint amennyi hátulról, amit az emberek nem látnak, nagyon annyi szomorúság is. Hát, de nyilván ezt meg kell szokni, tehát hogy gyakorlatilag szerintem ez minden évben van, én most megkaptam egy extrát 2018-ban, ebből reméljük, hogy 2019-ben meg egy csomó csak jó dolog lesz, legyen így, és aztán majd valamikor a Jóisten küldjön rám egy 5-6 év múlva megint valamit, amit el kell viselni, aztán utána megint egy 5-6 évig. Tehát ez, szerintem az embernek, ez a Sebestyén Balázs szokta mondani, a nem jöhet mindig. Tehát azért egy olyan pozícióban vagyok én is, meg olyan dolgokat élek meg csinálok, amiért más ölni tudna. És azért ez egy fantasztikus dolog, hogy egy kicsit belegondolok a saját életembe, akkor egy olyan életet élek, amilyet szerettem volna mindig is. És az, hogy időnként meg kell küzdenem olyan problémákkal, amivel egyébként nagyon sok ember megküzd a saját életében, akinek olyan élete sincs, mint nekem, így mindig arra gondolok, hogy milyen lenne akkor, ha még ezt se tudnám mellette csinálni, és ez egy picit így könnyebb átlendülni ezeken a dolgokon, de mindenkinek megvan a saját keresztje, szerintem az cipeli, amíg tudja, és aztán mindig jobbat remél, a jobbtól is mindig jobbat remél. Engem ez egy picit ez a telhetetlenség visz is előre, hogy soha nem kényelmesedek abban, hogy most ez megvolt, és akkor már mit tudom én, az arénás nagy koncert után, ami március 17-én volt, én már 18-án így izéltem, hogy most akkor most mi lesz, hogy ma nem csinálunk semmit. Szóval nekem ez egy nagy, nagy kihívás, én elég hamar megunok mindent, elég hamar belefeledkezem azonnal dolgokba, hogy akkor ezt csinálni kell, szóval felhájpolom magam. De szerintem ez jót is tesz az én nem karrieremnek, mondjuk, ha ezt mondom az elmúlt évtizedekben. Úgy rég volt már, úristen, de gáz ezt kimondani. Években, maradjunk ennyiben, úristen. Azt hiszem, ezt tökéletesen alátámasztja, hogy nemrégiben Horváth Tomival készítettél egy szenzációs videóklipet. Horváth Tomi? Igen, valahogy így hívják, azt hiszem. Nem tudom, valami.
nincs itt, nem hallja. És ez néhány nap alatt olyan számot ért el nézettségileg, hogy az valami hihetetlen. Ilyenkor mi játszódik le benned? Hát arra gondoltam, hogy most képzeld, hogy mekkora lett volna a nézettség a horvát Tomi meg a felesége abban a melegítőben, amiben most vannak. De a ketten piros melegítőben jöttek, nagyon úgy néznek ki, mint a Randy MC. Tomi! Minden oké, haver? Virágokat fújjatni! Nagyon kellemetlen. Igen. Igen, ez nagyon jó dolog, viccet félretéve, ez egy szuper dolog. De amikor megcsináltuk a nótát is, tudtuk, hogy ez egy jó nóta, mindig azt kezdik tőlünk, hogy számítottál? Hát persze, azért csináltuk a nótát, mert tudtuk, hogy jó. Tehát amikor kiadtuk, akkor tudtuk, hogy ez nagyon sikeres lesz. Persze ez félig meddig igaz, az ember az, hogy mennyire sikeres, az soha nem tudja. Azt a belehalognál se tudtuk, csak tudtuk, hogy jó, ez egy extra dolog. Ugyanígy tudtuk itt is, hogy ez egy extra jó nóta. Meg hát egy csomó nótánál tudtuk, hogy extra jó. Meg hát azért csinálod, hogy legyen extra jó. Tehát, hogyha én nem érezném azt egy nótánál, hogy extra jó, akkor nem jönnék ki vele. Ami most ez így a belegondolok, nem feltétlenül igaz, mert csináltunk már csomó olyat is, amit kényszer vagy szerződés szült, és akkor gyorsan ki lehet adni magadból. De egyébként majdnem minden nótánkban az van, hogy a tökéletességre törekszünk. Milyen nagy szavak ezek, de szép, ahogy mondom. Igen. Szerinted a tapasztalatok mik? Mi a közönség kedvenc, és mi Majkának a kedvence? Hát figyelj, ez egy érdekes dolog, mert ezt úgy csinálom, mint a George Clooney. Hasonlítunk is egymásra, és úgy is élek. Sajnos nincsen akkora házam, mint Clooney-nak, de egyébként a Clooney azt mondja, és ez egy nagyon jó, hogy 5 filmet nektek, egyet meg magamnak. Tehát 5 filmet csinál, ami a közönségnek szól, ami az Ocean's Eleven, meg az egyéb más közönségfilmek, és egyet pedig megcsinál magának, mint a Jó estét, jó szerencsét, és mondjuk pont azzal is Oscart nyert. De hogy ezt általában is úgy szoktam, hogy mind, amit csinálok, az én vagyok, de aztán mindig van egy olyan extra, ami például 15 év volt, vagy most jön egy új nóta, amit szintén magamnak írtam, lehet így mondani, amiben nem egy percig nem gondolkozom azon, hogy ez tetszeni fog-e vagy nem. Az embereknek ezt azért csinálom meg, mert én ezt meg szeretném csinálni. És mondjuk a legtöbb nótánál így van, sőt minden nótánál így van, de 80-90%-ban, de azért mindig ott van a fejünkben az, amikor nótát készítünk, hogy igen, de hát azért nem lenne rossz, ha ezt mondjuk szétrádióznák, sláger lenne, volna egy nagyon jó refrénje, egy dallamos, én mindig azt mondom, hogy refrén nélkül nincs nóta. Tehát, hogy mindig belepróbálsz beletenni valamit, és van olyan, amikor viszont abszolút nem érdekel ez a dolog. Tehát, hogy abszolút teszel rá, és azt mondod, hogy ezt azért csinálom, hogy én jól szórakozzak. Mondjuk az egészet azért csinálom, hogy én jól szórakozzak. És tök jól szórakozik a közönség is. Mi a legnagyobb célkitűzésed? Hát 2019-re most van egy pár dolog, ami ha összesűrítem a dolgot, akkor
ez nem nekünk szól, a BSV-nek. Már megijedtem, úristen, mondom, fütty, akkor mennünk mi? Hogy át sem vagyok öltözve. De igen, de most ez a BSV kezd. Szóval 2019-re nagyon-nagyon sok tervünk van, nem lesz nagyon pihenő, utána viszont lesz. Tehát 2019 után én megállok, 20 után megállok, és onnantól kezdve én valószínűleg nem nagyon keveset akarok dolgozni most egy-két évig, vagy csak olyan munkákat csinálni. Eltelt 5-6-8-10 év, és most szeretném az 1-2 évet a George Clooney féle magamról szólna. Most elmegyek kártyázni tanulni, tehát elmegyek egy fiatal titánhoz, az internetes huszárhoz, akivel átnézettem most a kártyatudásomat, kicsit fel kell újítani, mert már régen csináltam ilyet, próbálok ott fejlődni, meg van egyéb más tervek, amiről még nem is beszélhetek, de az biztos, hogy most a televíziózás az háttérbe fog mondjuk szorulni, a zene az nem, tehát az ugyanúgy megyünk, de egy picit több szabadidőt akarok. Tehát olyan jó lenne elmenni a családtól, nem ahhoz nézni a naptárt, hogy minden hétvégén sztárban sztárva haza kell érni vasárnapra, hanem akarok, akkor legalább, ha pénzt keresek, el tudjak menni a gyerekekkel Maldívra, vagy valahova, és a 10 napot a homokban semmit csinálva eltölteni. Tehát, hogy így ez már olyan jó lenne. Ilyen nekem nagyon kevés van az évben. Köszönöm. Köszönöm. Sziasztok.